Hát elég sokrétű a pincének a választéka. Készítünk fehérbort, ezt legtöbbet kékszőlőből készítjük, a kadarkából, ami egy nagyon régi hagyomány Szekszárdon, több száz éve nyúl ki vissza ennek a hagyománya. Ebből készítünk gyöngyözőbort és csendesbort, aztán van olyan 5%-nyi fehér szőlőnk, abból készítünk egy küvét, a varnaküvé, készítünk sillereket, és elég sok rozét készítünk, abból két félét, egy rozé küvét és egy Nero rozét, és a 2024-es Nero rozéval már valószínű, hogy kint leszünk a fesztiválon, és mindig nagy sikert szokott aratni, mert egy rendkívül jó rozé alapanyag a Nero. Nagyon szép ízei vannak, illatai vannak, úgyhogy ez meg mindig szoktak örülni a vendégeink. Minden szőlőfajtának vannak speciális igényei, és az a terület, amit szeretnénk beültetni, annak a képességei, tehát hogy minden feltétel adott azon a területen, hogy a szőlő szépen teremjen, jó minőséget adjon. Szerintem ez az első lépés, amikor elültetjük a szőlőt. Aztán a következő az, hogy a tőkéket mindig jó állapotban tartsuk, hogy a termés az jó minőségű legyen, és utána ugye, amit elér a pince, vagyis a szőlő tőkén a szőlőtermés, az a 100%, és onnantól ugye az a feladat a pincéből, hogy ezt megőrizzük. Tehát a borásznak én nézetem szerint az a feladat, hogy azt a minőséget, ami a tőkén megtermett, azt elkísér egészen a pohárig. Nekem ez a hobbim is. Én tulajdonképpen sose dolgozott, mert mindig a hobbimat csinálom. Tehát így soha nem érzem azt, hogy most annyira fáradt vagyok, hogy holnap már nem akarom ezt csinálni, mert mindig arra gondolok, hogy ezt én mennyire szerettem. A gyerekkoromban is szerettem a szőlőt is, a bort is, és ez megmaradt. Fehér borok közül hármat, a fehér kadarka gyöngyöző bort, ennek a csendes változatát, és akkor ezt a barna küvét, ami ötféle fehér borban van házasítva. Aztán viszünk két rozét, a Nero rozét és a rozé küvét, aztán kétféle sillert, a kadarka sillert, meg a kékfrankos sillert, és vörös borokat, kadarkát, kékfrankost, van még valamennyi cvejgeltünk is, aztán sirázt, merlót, cabernet franc, cabernet sauvignont, és van egy néhány házasításunk is, a patikárius küvé, a letícia küvé és a jurátus küvé, ezek a házasításaink, amik úgy ismertek, ezekkel mindegyikkel értünk el bordó aranyérmet, ezek a házasítások azért úgy készülnek, hogy jók legyenek. Tehát úgy van egy kategória, amikor rozék, sillerek után már azért érdemes valami ételt is választani mellé. Mondjuk a könnyedebb borokhoz se át van, amit enni, meg sok folyadékot kell inni, tehát vizet is, amennyi bort megiszik az ember, annyi vizet is jó, ha megiszik. Egyrészt az, hogy mindig tiszta felületre kortyolja a bort, tehát hogy lemossa a ízlelő bimbókat, és ugye hidratál ezáltal az utolsó pohár is még emlék maradt, tehát nem esik ki, hogy most ilyet ittunk fel, vagy nem. Tehát, hogy én nekem ez a javaslatom, és akkor meg mindig jó bort kell inni.